Farsang a Zöldfa úti idősek otthonában, a kommunista diktatúra áldozataira emlékeztek Karcagon. Drágula tojás, Györfi négy táncgála. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2018. február 28-án 18 óra 5 perckor. Vidám farsangi mulatságot tartottak a Zöldfa úti idősek otthonában. A résztvevőket Molnár Pár önkormányzati képviselő köszöntötte. Elűzték a telet a Zöldfa úti idősek otthonában. A hagyományos rendezvényen a körzet képviselője Molnár Pál is köszöntötte a szépkorúakat. Nagyon jó kijönni egy-egy ilyen rendezvényre. Én 2000 óta vagyok kormányzati képviselő, és a egyes számú választókörzetbe tartozik mind a két idősek otthona, mind a Zöldfa úti, mind pedig a Horváth Ferenc úti. Nem hagytam még ki egy ilyen rendezvényt sem, várnak is az itt lakók. Nagy örömmel fogadnak, én is nagy örömmel jövök természetesen ide ki, és öröm látni, hogy milyen boldogan, milyen nagy lelkesedéssel és milyen nagy elszántsággal készülnek a mai rendezvényre. Molnár Pál elmondta, hogy a farsangi mulatság nem jöhetett volna létre az itt dolgozók munkája nélkül. Külön öröm volt számára, hogy egy 95 éves bácsi is farsangi jelmezt töltött. Az itt lakók ezt önállóan nagyon kis létszámba tudták volna megcsinálni, fölöltözni. Az itt dolgozóknak köszönet ezért, mert ezeket a ötletes ruhákat, ezeket a nagy létszámú jelmezes ruhákat az itt dolgozók, az itt lakókkal közösen rakták össze. 15 jelmezt azért összerakni egy 100-110 fős otthonban azért nem egyszerű dolog. Nyomnak ezt kívánom, hogy 95 évesen még egy ilyen egérke jelmezre tudjuk mi is felöltözni, de a bácsi egérkének öltözött be. Bátran egyedül fölvonulva végigment a színpadon, és láthatóan nagyon jól érezte magát, és meg is hatódott. Az idősek otthonában aktív közösségi élet folyik. Minden ünnepet, jeles eseményt megünnepelnek, ahol Molnár Pál is mindig tiszteletét teszi. Az igazság, hogy az idősek otthonában minden ünnepet megszoktak, akár a karácsonyról van szó, akár a húsvétről, vagy akár egy olyan nagyobb névnapról, amikor is meg kell emlékezni. Itt megtartják ezeket a rendezvényeket, és én, ahogy a mondandóm elején elmondtam, ki szoktam mindig jönni és megnézem ezeket, hogyha meghívást kapok. A farsang a Vízkereszttől húshagyókeddig, más megfogalmazás szerint a másnapi hamvazó szerdáig, a Nagyböjt kezdetéig tartó időszak elnevezése. Hagyományosan a vidám lakomák, bálok, mulatságok, népünnepélyek jellemzik. A farsang jellegzetessége, hogy a keresztény liturgikus naptárban nem kötődik hozzá jelentős vallási ünnep, alapvetően a gazdag néphagyományokra épül. A kereszténység előtti időkből származó farsangi mulatságokat az erkölcsös 16. és 17. században nem eredete, hanem bujasságot szimbolizáló szokásai miatt tiltották. A farsang elnevezése és a legrégebbi szokásadatok középkori német polgári hatásra vallanak, de vannak az Anzsuk és Mátyás király udvarából itáliai hatásra utaló adatok is. A farsang a párválasztás időszaka volt, és egyben fontos esküvői szezon, mivel a húsvéti bőjt időszakában már tilos volt esküvőt tartani. Erre utal az ünnepnapok elnevezése is. A falvakban a legények szervezték a bálokat. A lányok rokonai közvetítésével bokrétát adtak a kiszemelt legénynek, aki a farsang végén nyilvános színvallásként a kalapjára tűzte. A báli szezon és táncmulatság lényege az eljegyzés volt. A karneválok hangulatát idézték meg a Horváth Ferenc úti idősek otthonában is. Az intézmény vezetője elmondta, hogy nagy öröm volt számukra, hogy ilyen sokan részt vettek az ünnepségen. A közös éneklés és táncolás összekovácsolja az otthon lakóit. Most a Horváth Ferenc úton ünnepeltük a farsangot. Itt összesen 63 ellátottunk él, és a 63 ellátott közül 9-en vettek jelmezt, amire nagyon büszkék és boldogok vagyunk, hiszen a többiek, akik betegek, nem tudtak felöltözni. Minden évben nagy megünnepeljük a farsangot, és nagyon szépen köszönöm mindig a munkatársaimmal és a lakóknak, hogy vállalják, hogy felöltöznek, és mindig ilyen vidám perceket szereznek az otthon életébe, hiszen már hetekkel előtte készülnek erre a jelmezre, és nagyon örülünk neki, mikor meglepetésként, mert hiszen én is se tudom, hogy minek fognak beöltözni a lakók, hanem titokban tartják, és nagyon örülünk, mikor meglátjuk őket, és ilyen jó hangulatban tölthetjük el ezt a délutánt.
És hát azt gondolom, hogy az is fontos, hogy díjazzák ezt a sok munkát, amit belefektettek a jelmezekbe, hiszen Márkus Ica nótaénekes, Páncs Ildikó és Molnár Pál önkormányzati képviselők is erősítették a zsűrit. Nagyon megtisztelő számunkra, hogy a Kazakváros önkormányzatából polgármester úr is most nem tudott jelen lenni ugye a rendezvényünkön hivatalos elfoglaltsága miatt. Molnár Pál képviselő úr és Páncs Ildikó képviselő asszony is itt volt, és emelték az ünnep hangulatát, és hogy elvált a Molnár Pál képviselő a zsűri elnökét, és hogy így tudtuk díjazni az ellátottakat, és annak is örülünk, hogy Málkos Ilona énekes nő eljön hozzánk mindig, hiszen havonta egyszer jön hozzánk szerdánként beszélgetni a lakókkal. Azt gondolom, hogy most már a ünnepségnek a hivatalos része véget ért, most már szórakozási a főszerep, itt már javában fogyasztják a farsangi fánkot a lakók. Igen, a konyhás munkatársaink és a szakácsok elkészítették az ünnepi fánkot, ami mindig nagyon finom, én úgy gondolom, és utána pedig, hogyha ezt elfogyasztják, utána pedig közösen fogunk még egy kicsit énekelni és táncolni. A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja megtartását a Magyar Köztársaság Országgyűlésének 2000. június 13-án elfogadott határozata rendelte el. Ennek értelmében a középfokú oktatási intézményekben minden év február 25-éjén tartják a kommunizmus áldozatainak emléknapját. 2001 óta minden évben Karcagon is megemlékeznek az áldozatokról. Az országgyűlés 2000. június 13-án elfogadott határozata értelmében minden év február 25-én tartják a kommunizmus áldozatainak emléknapját. 1947. február 25-én Kovács Bélát, a Független Kisgazdapárt főtitkárát a megszálló szovjet katonai hatóságok jogtalanul letartóztatták és a Szovjetunióba hurcolták, ahol 8 évet töltött fogságban. A katolikus templommal szembeni parkban lévő kopjafánál Kovács Sándor, a megyei közgyűlés elnöke, valamint a város lakossága és önkormányzata nevében Dobos László polgármester, Kovács Szilvia, Gyurcsek János alpolgármesterek és Rózsa Sándor jegyzőhelyezettel koszorút, tisztelegve az áldozatok előtt. Meg kell emlékezni azokra a 100 millió emberre, akik egy gyilkos eszménynek az áldozatai lettek. Itt Magyarországon és szerte az egész világban. Hiszen a 20. század arról szólt, hogy olyan eszméket és olyan eszmék nevében gyilkoltak és tettek tönkre embereket, amely csak egy hibás ideológia volt. Figyelmeztetni kell a 21. században élőket is, hogy a világ megjobbításának, és azok az emberek, akik azt gondolják, hogy majd ők megjobbítják a világot, és eszméket, ideológiákat találnak ki, akár kontinensek ide telepítéséről, akár új eszmékről, azokkal nagyon kell vigyázni, hiszen oda vezethet akár a kommunizmus, akár a fasizmus, hogy 100 millió áldozatot szed, ártatlan embereket tesz tönkre. Erre mindenképpen emlékezünk kell. 2018. januárban a fogyasztói árak átlagosan 2,1%-kal voltak magasabbak az egy évvel korábbinál. Ezen időszak alatt a legnagyobb mértékben a szeszes italok, dohányáruk, valamint az élelmiszerek ára nőtt. A tojás ára nőtt a legdrasztikusabban, majdnem 50%-kal fizettünk érte többet, mint tavaly ilyenkor. November-decemberben még 70-80 forintot is elkértek egy darab tojásért a kereskedők. Az árak januárra mérséklődtek, de egy kutatás szerint többet kell fizetnünk a tojásért, mint a tavalyi év ugyanezen időszakában. A tojás kelendő cikk, a háziasszonyok havonta minimum 2 dobozzal vesznek. Az egyik karcagi asszony szerint még mindig drága a tojás, de már elviselhetőbb az ára, mint 1-2 hónappal ezelőtt. Havonta egyet-kettőt, vagy micsoda dobozzal, egyet-kettőt, 20-at, most 3-50, éppen most viszem. Hát ez már elviselhető egy kicsit, lehetne olcsóbb. 3-2,80-2,50 ez a legjobb a kispénzű embereknek. Lovas Lőrincné házi tojást árul a karcagi piacon. Ő 50 forintért árulja a tojást. Kérdésünkre azt mondta, hogy a vásárlók nem kérdezik az árát, hanem így is megveszik. Én szerintem nem olcsóbb, inkább drágább, de viszont finomabb. 2017. decemberhez viszonyítva a fogyasztói árak átlagosan 3,1%-kal nőttek. Az élelmiszerek ára 1,5%-kal emelkedett, ezen belül a friss zöldség 14,6, a liszt 5,4, a száraz tészta 5%-kal többe, a hal 5,4, a párizsi a kolbász 2,9%-kal
kevesebbe került. Az egyéb cikkek ára 0,8, ha szeszes italok a dohányáruk, 0,6, ha háztartási energiái 1,1%-kal nőtt. A tartós fogyasztási cikkek ára azonban nem változott. A szezonvégi kiárusítások következtében a ruházkodási cikkek 2,9%-kal kevesebbe kerültek. A szolgáltatások ára 0,5%-kal, ezen belül a telefon és internet szolgáltatások díjai 3,7%-kal mérséklődtek az internet szolgáltatás áfakulcsának csökkentése eredményeként. A hagyományokhoz híven a Györfi napok keretében megrendezték a Györfi néptánc gálát. Az iskola minden tanulója megmutatta néptánc tudását a nagy sikerű gálán. A Dériné Kulturális Központ adott otthont a Györfi napok keretében megrendezett hagyományos néptánc gálának. A gyerekeket teltház fogadta. A Györfi napok rendezvénysorozatnak mindig a Györfi néptánc gála a legnépesebb rendezvénye, hiszen itt minden tanulónk a színpadra kerül ezen az alkalomból. Két szünet, tehát három felvonásban kerül bemutatásra a gyerekek által a felkészült néptáncos produkció. 16 osztályunk van, mint ahogy említettem, tehát mindenki a színpadra kerül, plusz van egy néptáncos szakkörünk, és ők is bemutatkoznak ezen alkalommal. 20 új ruhával bővült az intézménynek a ruhatára. Nagy öröm ez számunkra, hiszen tavaly ilyenkor elmondtam, hogy a jótékonysági rendezvényünket, a néptáncruhák bevételét, a néptáncruhák megvásárlására fogjuk fordítani, és ebből, mint ahogyan említettem, 20 néptáncruhát sikerült vásárolnunk, és ebben a gyerekek ma már megmutatkoznak itt a színpadon. Az elsősöket köszöntötték, viszont a nyolcadikosoktól búcsúztak a Györfi Néptánc gálán. A végzősök hagyományosan köszöntek el diáktársaiktól. 20 új ruhával bővült az intézménynek a ruhatára. Nagy öröm ez számunkra, hiszen tavaly ilyenkor elmondtam, hogy a jótékonysági rendezvényünket, a néptáncruhák bevételét, a néptáncruhák megvásárlására fogjuk fordítani, és ebből, mint ahogyan említettem, 20 néptáncruhát sikerült vásárolnunk, és ebben a gyerekek ma már megmutatkoznak itt a színpadon. Nekik már az iskolától való búcsú az elmúlt héten elkezdődött a jótékonysági bálon, amikor a nyitótánccal jelentek meg a színpadon, most pedig utoljára a néptáncgálán lépnek fel, és búcsút veszünk tőlük a megszokott hagyományaink szerint, ők pedig egy miskakancsót adnak át a névsorukkal ellátott szalaggal felkötve a hetedikesek részére. A gálán a székelykeresztúri Petőfi Sándor általános iskola delegációja is részt vett. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcaktv.hu weblapon. Viszontlátásra!